A himnusz születésnapján 2020-ban is sor került a Magyar Kultúra ünnepére, január 22-én. A rendezvény a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület kiállításának megnyitójával kezdődött. Köszöntőt mondott Angeli Katalin, a közösségi ház igazgatója. Közreműködött a Napfény Női Kar és a Péti Férfi Kar. Háros felől, csuhaj háros felől, kerekedik egy felhő. Szaladj kislány, csuhaj barna kislány, is, hogy az idők folyamán kik és milyen szempontok alapján értelmezték újra, határozták meg a magyar kultúra miben lépét. Számomra az egyik legbeláthatóbb, befogadhatóbb értelmezések egyike szerint a magyar kultúra megalkotása egy folyamat. Ebben minden kornak és minden embernek megvan a maga feladata és felelőssége. A Magyar Kultúra Napi Ünnepség nyitánya ma itt, Pétfürdőn egy népművészeti kiállítás, amit itt láthatunk körülöttünk. A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület alkotói hozták el munkáikat, portékáikat. Okkal és alapos megfontolás után hívtuk őket ide hozzánk. Mert kollégáimmal úgy véljük, hogy a magyar kultúra megtartásának, értetésének, megalkotásának jelenkori folyamatában szükség van arra, hogy a népi kultúra segítségével saját nemzeti kultúránk egyik legmélyebbre nyúló gyökerét is felmutassuk ezen az ünnepen. A népi paraszti kultúrának helye van, helyének kell lennie a 21. századi Magyarországon a közösségformálásban, az identitástudat megőrzésében, az utánunk jövő generációk érzelmi és esztétikai nevelésében. Mai kiállítóink, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjai sok éve munkálkodnak tájegységeink népi örökségének megőrzésében, tovább örökítésében. A megye egész területén és szinte minden szakákban tevékenykednek, és rendszeresen pályáznak, megmérettetik tudásukat. Rangos díjak, címek birtokosai. Tagjai közül az elmúlt években 4 alkotó a népművészet mestere címet, 1 a Király Zsiga díjat, 4 a népművészet ifjú mestere címet, 1 a Prima Junior díjat, 23 a Népi Iparművész titulust, 3 a Magyar Kultúra Lovagja címet, 2 az Aranykoszorú díjat nyerték. A kiállítás megnyitó alkalmával a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjai 5 mesterséget mutattak be. Az érdeklődők megismerkedhettek a gyöngyfűzés, a kosárfonás, a bőrözés, a bútorfestés és a fafaragás fortéjaival. A kultúráért kitüntetés átadása után a rendezvény zárásaként Batthyány Nagy Anna Mária és Lohonyai Zoltán Még nem elég című műsorát tekintették meg. Tűzön járok, vízen járok, szárnyak nélkül égre szállok, szívem dobban, nagy titokban, szerelmesen mesél mostan, mesél erdőt, már a fel. Párában az eljövendőt sejteni, és látni vélem ez legyen, a legfőbb vétkem a nap, a hold, a csillag ég.
csillag ég, így feszül most rám. Félelemből messze néznék, úgy csinálnék, mintha élnék, mintha mégsem téved volna senki sem. Az üres útra tűzön járok, vízen járok, szárnyak nélkül messze szállok. Van, aki majd észrevétlen megtalál, ha visszatértem a nap, a hold, a csillag ég, így feszül most rám. A nap, a hold, a csillag ég, így feszül most rám. Horváth István Általános Iskola rajzpályázatot hirdetett a Budapesten látható Tutanhamon rejtélye és kincsei című tárlathoz kapcsolódva. A beérkezett pályaművekből kiállítást rendeztek a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban, melynek megnyitójára február 18-án került sor a verseny eredmény hirdetésével együtt. Tulajdonképpen ennek egy előzménye volt ennek a rajzversenynek, ugyanis október környékén a híradóból, meg a hírekből értesültem róla, hogy Tutanhamon kincsei kiállítás lesz Budapesten, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha a gyerekekkel felmennénk a felső tagozatosokkal, és megnéznénk ezt a kiállítást, és így az igazgató asszonyhoz bementem ezzel az ötletemmel, hogy mit szólna hozzá, és mivel engedélyt adott rá, hogy akkor meg lehet szervezni, így kitaláltam, hogy akkor legyen ez kompletten egy projekt, amit az ötödikesek fognak akkor véghez vinni, ugyanis éppen ötödik osztályban a téma Egyiptom történelemből, és így bevontuk a többi kollégát is ebbe az egész szép projektbe. Én a rajz részéről vittem ezt a dolgot, a kollégák pedig történelem és magyar órán, meg technika órán is ugye segítettek a kollégák. És akkor így jött az egyik a másik után tulajdonképpen, hogy jó, akkor fölmegyünk, megnézzük a kiállítást, majd hazajövünk, és akkor készítünk egy remek rajzpályázatot, rajzversenyt, és akkor így összedugtuk a fejünket a vezetőséggel, és ők javasolták, hogy akkor esetleg mi lenne, hogyha ez egy kistérségi rajzverseny lenne. Hú, akkor jó, akkor legyen kistérségi, úgyhogy akkor még inkább kinőtte magát a dolog. És akkor, amikor jött a farsang, akkor ez már magától értetődő volt, hogy akkor már a farsang is kerüljön be ebbe a projektbe, és milyen jó lenne, hogyha egyiptomi jelmezekbe öltöznének a gyerekek, és a rajz kiállításon, mint ahogy láthatta a nagy közönség, a jelmezekkel együtt vonultunk be. Várpatotai iskolákon kívül Öskü, Hajmáskérig tulajdonképpen elmentünk, illetve az Almádi járásban hát egészen Balatonkenese, Balatonvilágosig hívtunk meg iskolákat. Azt gondolom, hogy jó dolog, hogy már elsőre három iskola elfogadta a meghívásunkat és részt vettek rajta, ahogy itt a megnyitón elhangzott 74 gyermek nyújtott be alkotást. Én bízom benne, hogy egy jó, pozitív hagyományt kezdtünk ezzel el, és tudjuk majd folytatni.
Az eredményhirdetésen Sauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója adta át a díjakat. A kiállítás megnyitó után az érdeklődők megtekinthették a tárlatot, miközben az egyiptomi jelmezbe bújt tanulók vendégül látták őket. Szeptember 4-én nyílt meg a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban az Ég és Föld között című kiállítás, ahol Balogh László és lánya Balogh Klára alkotásait nézhették meg az érdeklődők. A tárlat azért is volt különleges, mert a pandémia kezdete óta, fél év után először rendezett a Pétfürdői Közösségi Ház zárt térben programot. Személyes okom is van arra, hogy ezt a mai alkalmat különlegesnek érezzem. Édesapám, aki már szintén több évtizede halott, közvetlen munkatársa, talán mondhatom barátja is volt Babu édesapjának, Balogh Lászlónak, akiről épp ezért sok-sok személyes emléket is őrzök. Egy szerény, tehetséges, sokoldalú, érzékeny embernek ismertem meg, aki nem túlzás, amit most mondok, imádta a feleségét és a családját, a gyermekeit. És nagyon örülök, hogy Babu elszánta magát arra, hogy ezt a kiállítást felvállalja. Tisztelt vendégeink, kedves barátaim! A kiállítás címe úgy szól, hogy Ég és Föld között. És remélem, ha van oda át, akkor talán most olyanok is itt vannak közöttünk, akiket szemmel nem láthatunk, de a lelkünkkel, a szívünkkel megsejthetünk. A megnyitón a Bonita Sporttánc Egyesület négy fiatal tehetsége, Balogh Panna és Fazekas Levente, valamint Hanti Bianca és Hanti Szabolcs szórakoztatta a közönséget. Szambát, csacsacsát, rumbát, csájkot adtak elő. A tárlatot Fehér Tibor, Balogh László keresztül nyitotta meg. Személyes élményeimet szeretném elmesélni. Kicsit szeretnék mesélni az emberről, aki kinyitotta előttem a mindennapi világot.
Áldott embernek mondhatom magam, hogy egy ilyen keresztapával és keresztanyával ajándékozott meg az ég. Míg édesapám a tudományos világ kapuit tárt előttem szélesre, addig keresztapám a mindennapi lét szépségeit mutatta meg számomra és öcsém számára végtelen türelemmel. Mert vásott kölyökként figyelmük gyakran elkalandozott, ő lelkesen vívta harcát, hogy felhívja figyelmünket a természet csodáira, egy virág szépségére, a felhők mesebeli formáira, az erdők kíváncsi hangjaira. Zseppecával vadásztunk kishalakra, vagy kalapáccsal tördeltük a tésidom köveit, hogy abban régmúlt idők kövületeire lejjünk. Faragott nekünk baracmagból majmot, kutyát, sőt nem egyszer nagymérgesen a gumimatrac eljátszott dugója helyett újat egy fűszvágából. A közös nyaralások minden perce a végtelen boldogság és határtalan szabadság volt. Mikor közeledett az elmúlás, és tudta, hogy nagyon kicsi az esély életének meghosszabbítására, rám bízta a gyermekei életének segítését. Az utolsó időszak tehetségének kibontakoztatásával, családi gazdaság létrehozásával telt. Ezen képek egy része, ez időszak terméke. Mindannyian elgondolkoztunk az elmúláson. Számot vetettünk azzal, hogy mit tettünk és mit tehetünk még életünkben. Próbálunk mindannyian nyomot hagyni magunk után, ki gyermeket ad, ki unokát nevel, ki alkot, akár otthonában, akár közösségben, ki a család lelke, ki segítő kéz. Ezek a munkák, amelyek körülölelnek minket, a jövőnek, önöknek szólnak. Annak a jövőnek, ahol már testi valóban nem létezve ugyan, de még mindig megszólal a művész, beszélni tud a képek részleteit böngésző szemekhez, s ím, abban a pillanatban megszületik a halhatatlanság. Híd a múlt és a jelen festő és látogató között. A halhatatlanság a gyermekeink szemében is tükröződik. Szeretett unokatestvéreim közül Balogh Klára babu, ahogy talán többen is ismerik, örökölte keresztapám művészi beállítottságát, szerteágazó tehetségét, amit a helyi iskolában is nap mint nap bizonyít. Unokaöcsém Ádám pedig kreatív emberként a mindennapi lét pragmatizmusában alkot nap mint nap nagyot. Az élet pedig újabb történetet szül, újabb mesét alkot. Babu, mikor felfedezte édesapja fel nem használt vásznait, ecseteit, ceruzáit, alkotni kezdett. Lassan kibontakozik stílusa, egyre szebb és szebb művek születtek, amelyek ma már arra érettek, hogy megmutassák magukat a világnak. Még egy utolsó mese, kedves történet. Babu első munkái közé tartozik, amivel talán enyhíteni igyekezett váratát, hogy egy kép alapján lerajzolta édesapját. Erre a kiállításra készülve, a művek között kutakodva, babukám megtalálta azt a rajzot, amit keresztapám készített róla, amik ifjú lelkként. A két kép most egymás mellett függ a falon, bizonyítva, hogy apa és lánya kézen fogva állnak most az emberek elé, hogy megmutassák tehetségüket. Mert kézen fogva állnak ott, keresztapám létezését festményei és a múlt kedves emlékei biztosítják. Művészi tehetsége tovább él lágyában, babukban. Ezzel a megnyitó a kiállítást. Köszönöm. Függetlenség napi program keretében október 1-én 3 kiállítás is megtekintető volt a Közösségi Házban. Györfi Zsuzsa festőművész Ősz húrja zsong című tárlata,
a Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület tök kiállítása, valamint Horváth László fafaragó alkotásai. Györfi Zsuzsát sokan ismerik és szeretik Pétfürdőn. Köztudott róla, hogy évtizedek óta fest. Településünkön kívül többek között Debrecenben, Budapesten, Győrött, Veszprémben, a környező településeken, Hajmáskéren, Őskün, Tésen is láthatták már az alkotásait. Tagja a Szabad Képző és Iparművészek Országos Egyesületének. Horváth László 8 éve kezdett el fafaragással foglalkozni. A nemrégiben településünkre költözött tehetséges alkotó ezzel a tárlattal kívánt bemutatkozni a nyilvánosság előtt. A Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület, amely 2020-ban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját, egy tök kiállítással gazdagította a kínálatot.
Október 28-án a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár adott otthont Buzásné Lázár Anna Mária és két fia, Buzás Dániel és Buzás Bence, Papírképek című kiállításának, ahol a papírfonás és a fényképezés rejtelmeibe pillanthattunk bele. A megnyitón közreműködött a Caroline Street zenekar. Rendhagyó kiállításon veszünk ma részt. Több okból is az egyébként. Már ugye a cím is többféle jelentéssel bír. Elsőre nem biztos, hogy arra gondolunk, amit sugallni szeretne, hiszen az itt látható képeket is papírra nyomták. Azonban a papír itt a kiállításon elsőre talán fel sem ismerhető formában is megjelenik. A kiállított kézműves tárgyak ugyanis szintén papírból, papírfonással készültek. Rendhagyó kiállításon vagyunk, egyrészt mert a papír, mint anyag, ilyen sokféle változatos módon talán még soha nem lett bemutatva ugyanazon kiállításon. Az itt kiállított tárgyakban és képekben az alapanyaguk a közös, azaz a papír. Elődje a papírusz több ezer éves találmány. A 21. században a modernkor papírfajtáit számtalan terület használja. Maga a papírfonás egy új keletű dolog. A vesszőfonás egy modernizált változata. A fotózás és a fotópapírra való képalkotás Magyarországon idén ünnepli a 180. életévét. Rendhagyó kiállításon vagyunk, más szempontból is. Hiszen az itt kiállított tárgyak egy család három tagjának kreatív világát, szemléletét mutatja be. Anya és két fia. Összeköti őket az alkotás szeretete. Az itt található kézműves termékek vidám, funkcionális és dekordarabok. Főként az ősz és a karácsony hangulatát idézik. Míg a falakon látható többségében tájképek, egy melankolikusabb, csendesebb, merengőbb hangulatba vezetnek át bennünket. A nyárvégi tűzi játékból, a színes őszi tájból fokozatosan lépünk át a csillagfényes éjszakába. Impressziók. Az adott táj adott pillanatnyi hangulatának megragadása, mely akkor és ott összecseng a készítőjének belső hangulatával. Ezt a vonulatot töri meg az a néhány vidám kutyusról készült fotó, amely igyekszik játékosságot hozni az őszi hangulatba. Kiemelnék még két nagyméretű képet, melyet
az egy évvel ezelőtt bemutatott egy erőmű végnapjai című fotókiállításon láthattak először az érdeklődők. A képeket és a tárgyakat nézegetve kívánom, hogy mindenki megtalálja a szívéhez, hangulatához közel állót. Bízunk benne, hogy 2021-ben újabb kiállításokkal, tárlatokkal várja az érdeklődőket a Pittfürdői Közösségi Ház és Könyvtár.